A verseny célja lehetőséget kínálni a hosszabb távok kedvelőinek és a lelkes csapatoknak, hogy a tavaszi szezonban is megmérettessék magukat, kedvet kapjanak vagy bátorságot nyerjenek a nyári nyílt vízi erőpróbákra. A versenyen részt vettek egyéni úszók és 3 hétfős váltó csapatok. 18 év alatt csak írásbeli szülői hozzájárulással indulhattak a nevezők. A szintidő 10 óra volt. Máshol is szervezik, ez tény és való, de nálunk is van. Nagy sikerrel, olyannyira, hogy idén például teljes teltház, már nem tudtak elfogadni további nevezéseket, tavaly is nagyon-nagyon sokan voltak. A városi úszoda bár nem szervezője volt a szombat éjszakai programnak, de mint a helyet biztosító intézmény, rendkívüli előkészületet kívánt a munkatársak részéről az éjszakai műszak. Az, hogy mi egy úszoda vagyunk és beengedünk mindent, ami vizes dolog, és azon kívül még szabadidőközpont is, és próbálunk embereket ide terelni, ez szerintem a világ legtermészetesebb dolga. Így kéne, hogy legyen minden úszoda. Remélem így is van. Mi ezt elkezdjük szervezni hónapokkal ezelőtt, az utolsó időszakban persze ráhajtunk, hogy minden rendben legyen. Este 8-tól reggel 6-ig. A cél az, hogy leússzon mindenki, vagy minden csapat 20 kilométert. Az, hogy mennyi idő alatt teljesíti, hát az a cél, hogy minél hamarabb. Az előkészületekről az éjszakai úszóverseny szervezőit is megkérdezte szerkesztőségünk, akik a tavalyi év után jó érzéssel tértek vissza a Szentendrei úszodába. Igazából nekünk ebben már van gyakorlatunk, úgyhogy az elején volt inkább egy kicsit nehezebb, most már könnyebb. Persze azért sok segítő is kell, szerencsére vannak önkéntes segítőink, akik lelkesedésből segítenek nekünk, meg az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az úszodával nagyon jó kapcsolat alakult ki, és nagyon pozitívak, nagyon segítőkészek a versennyel kapcsolatban. Többekben felmerülő kérdés, hogy mi a legfőbb célja egy-egy ilyen vagy ehhez hasonló versenynek? A mi versenyeinknek a célja az öntúlszárnyalás, egy kicsit, hogy a saját határainkat feszegessük. A versenyeinket a Sricsimai Alapítványon keresztül szervezzük, akinek a névadója egy New Yorkban élő békefilozófus, aki már nem rég eltávozott, és az ő inspirációjára szervezzük a versenyeinket. Őneki volt a filozófiája az, hogy mindig kicsit tegyünk többet, próbáljunk kicsit jobbak lenni, kicsit feszegetni a határainkat. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek a nevezők. A helyieket képviselni igazából egy csapat fogja Szentendréről, az úszoda részéről már nem tudtuk elfogadni sajnos a nevezésüket, mert tényleg amíg után megnyitottuk a nevezést, napok alatt elkapkodták a helyeket szinte. A szervezők szerint a legtöbben a 30 és 50 év közötti korosztályból jelentkeztek a versenyre. Időnként előfordulnak, hogy jönnek lelkes fiatal úszók, edzőkkel, szülőkkel. Minden korosztály szinte képviselteti magát. Van egyfajta kihívása a versenynek, hogy éjszakai úszás, az egy kicsit azért különlegesebb, mint hogyha más napszakban rendezzük. Azt is adja, hogy megpróbál egy olyan időpontba úszni, amihez nincs hozzászokva, mert valljuk be, hogy igazából az emberek éjszaka nem szoktak úszni, tehát egy kis plusz erőfeszítést kell tenniük, hogy jó, elmegyek az úszóversenyre, de hát éjszaka lesz. Tehát igazából ez egy kicsit olyan öntúlszárnyalás, hogy olyat tegyen, amit azelőtt még nem próbált. Csapatoknál 30 percenként váltották egymást a tagok. Az úszók sorrendje szabadon változtatható volt. A versenyen neoprénruha, úszonyok és tenyérellenállások használata tilos, míg az úszósapka használata kötelező volt. Az első 3 csapat befejezi a versenyt, akkor utána egyből eredményhirdetést tartunk. Tavaly ez volt a kérés, és akkor most ezen egy kicsit módosítottunk így az utolsó időszakba. Tulajdonképpen egy összeszokott csapat, de mindig vannak új lelkes segítőink. Mit lehet tudni a jövőjüket illetően? Legközelebb hol találkozhatunk önökkel? Hát mi legközelebb, remélem, hogy Szentendrén megint találkozunk ugyanitt. Én úgy gondolom, hogy ezt tudjuk folytatni, mivel az úszodával nagyon jó kapcsolatban kerültünk, hogy jövőre is lesz rá lehetőség, hogy ezt itt megrendezzük. Igazából hagyományt igyekszünk ebből
csinálni, hogy itt minden évben így március elején, február végén megcsináljuk ezt a 20 kilométeres éjszakai úszást. A szervezők és az úszoda igazgatója a további sikeres együttműködés reményében szervezi a jövő évi éjszakai úszást.